A báró Eötvös József féle 1868-as népoktatási törvény mérföldkőnek számított a magyar oktatás ügyben. A jogszabály többek között bevezette a tankötelezettséget a 6 és 12 év közötti korosztály számára, elengedte a tandíjat a szegény szülők gyermekei számára, illetve nagy gondot fordított a tanítóképzésre. A törvény a felekezeti iskolákat érintetlenül hagyva a népiskolai rendszer felépítését célozza meg. Eötvös ott rendelte el a népiskolák létesítését, ahol nem működött egyházi iskola. Magyar Kanizsa község területén történt egy próbálkozás arra, hogy az iskolát városi irányítás alá helyezzék. A magyar kanizsai dualizmuskori oktatásügy két témakör köré csoportosult. Az egyik az elemi iskoláknak, a népiskoláknak a községesítése, a másik pedig egy új iskola, egy új iskolának a felépítése. A kettő találkozik egymással, a két téma. A dualizmus korában országos szinten a felekezeti iskolákat megpróbálták egy picit visszaszorítani, az állami iskolák száma növekedett, a községi iskolák száma jelentéktelen az emelkedésük. Tehát magyarán jó részük még így is felekezeti kézben maradt. Magyar Kanizsán ez 100%-ig gyakorlatilag felekezeti kézben volt a népiskola irányítása, és a község elöljárói ezen kívántak változtatni az 1870-es és 1890-es évek között. 1890-ben gyakorlatilag ez abban csúcsosodott ki, hogy Kosztik János valamikori községi vezetőt, aki akkor már 89 éves volt, felkérték, hogy egy indítványt terjesszen be, amely szerint a kanizsai elemi iskolákat községesítsék, magyarán vegyék ki az egyháznak a irányítása alól. Ez óriási felháborodást keltett a városatyák között is. Azonban ez egy bizonyíthatóan egy jó összehangolt támadás volt, ugyanis a szavazás végén gyakorlatilag megszavazták a községesítésre irányuló indítványt, és ami érdekes külön, hogy az előjárók mind igennel szavaztak gyakorlatilag. Kosztik János, mivel már idős volt ekkor, nem volt jelentős személy a politikában, ő volt az, aki felvállalta az ügyet, neki nem volt veszíteni valója, hiszen azért a Kalocsa bácsi érsekséggel nem volt ajánlatos akkor összetűzésbe kerülni, de ő a konfliktust vállalta. Hiába szavazták meg az indítványt a városi elöljárók, a Kalocsa bácsi érsekség kérésére azt a Bács-Bodrog megye közigazgatási bizottsága megsemmisítette. A vállalkozás amúgy is kivitelezhetetlennek tűnt, hiszen az összes oktatási célú ingatlan az egyház kezében volt. Hatalmas pénzösszegre lett volna szükség a város részéről, de ilyen mértékű beruházásra nem volt fedezet. E viták következménye volt az a levelezés is, amit a helyi plébános folytatott az érsekséggel a képviselőtestület két tagjának, Tóth Józsefnek, illetve a későbbi polgármesternek, dr. Király Sándornak az ügyéről. Ami érdekes egyébként, hogy az ügyben, hogy a Kalocsa főegyházmegyei levéltárnak az iratai között fellelhető azok a titkos levelek, amelyet például Perndl Adorján plébános még 1890-ben küldött a Kalocsa bácsi érseknek, amelyben megemlíti, hogy dr. Király Sándor és Tóth József teljesen vallástalanok, kerülik a templomot, és emellett a hatalmaskodásaiknak nagyon-nagyon nehéz gátat vetni, de ő igyekezni fog. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy picit túlzó volt. Nyilvánvaló, hogy a katolikus egyház, illetve hát a felekezeti iskolának a védelmébe kelt Perndl Adorján, de azért azt túlzónak tartom, hogy utána későbbiekben Tóth József templomot épített, és a saját birtokát konkrétan odaadományozza a később róla elnevezett Tóth falunak. Másrészt pedig, ugye, mint egy igazi ravasz politikus, dr. Király Sándor azonnal állt át a másik oldalra, és a felekezeti iskola mellett kardoskodott, megbeszélve ezt, konzultálva Császka György bíboros Kalocsa bácsi érsekkel, és onnantól kezdve ő az ügynek az élharcosa volt.
sok vitát kiváltó ügyet végül Hajnald Lajos adománya döntötte el. A kalocsai érsek 1890-ben 40 000 forintos alapot hozott létre egy kanizsán építendő iskola céljára. Ez a tény természetesen megváltoztatta a képviselőtestület véleményét is. Több ötletet követően végül egy leányok oktatását és nevelését végző intézmény építése mellett döntöttek, immár természetesen egyházi irányítással. A későbbi polgármester dr. Király Sándor időközben tárgyalásokat folytatott Császka György új kalocsai érsekkel, aki az összeget 10 000 forinttal megtoldotta, és így lehetőség mutatkozott a terv megvalósítására. Az ügyben 1897-ben történt komoly erőfeszítés, amikor Márton Mátyás plébános és Popovics György főjegyző is felkarolta az ügyet. Már 1897-ben pályázatot írtak ki a tervek elkészítésére, 16 pályázat érkezett be, amely közül elég komplikált volt annak idején a pályázatok elbírálása. 6-ot választott ki a városi főmérnök, Csuka Sándor, amelyből 3-at elküldtek a kalocsai érsekségnek, és végül a kettős vörös kör, vörös átlóval, jelszóval beküldött pályamunka nyerte el. A pályamunkát Kolbenhájer Viktor készítette, egy budapesti műépítész, és 1900 tavaszán kezdődött meg az építkezés. Eredetileg sokkal nagyobb lett volna a költségvetés, de a városi önkormányzat hatására, ösztönzésére ezt lecsökkentették. Végül is több mint 80 ezer forintba került a berendezéssel, eszközökkel együtt a Hajnald Leánynevelő Intézet. 1901. szeptemberében, szeptember közepén, 16-án kezdődött meg a tanítás, természetesen szentmisével, és a tanítók többsége a mi asszonyunkról elnevezett iskolanővérek kezében volt, de természetesen elvétve, de voltak férfi tanárok is, a hittan például férfi tanított. A Márton Mátyás nevét is ki kell emelni az épülettel kapcsolatban, hiszen egyrészt ő volt az ösztönzője, Popovics György főjegyző, akkori magyar kanizsai főjegyzővel együtt. Hát, nyugodtan ki lehet hangsúlyozni, kiemelni, hogyha ők ketten nem tartják szívügyüknek ezt az intézményt, ezt az épületet, akkor vagy később, vagy más formában, szerényebb formában valósult volna meg. 1901. szeptemberében Majorosi János Tinini püspök volt, aki felszentelte az iskolát, és gyakorlatilag megkezdődhetett a tanítás. 522 elemi iskolás kislány tanult itt a földszinti osztályokban, tantermekben, és 75 polgári iskolás. Ez a polgári iskolába járó diáklányok száma évről évre növekedett, például már 5 évvel később 112 diák volt, és pontos statisztikai adatot vezettek a diákok vallási és nemzetiségi hovatartozásáról is. Hát úgy körülbelül a diákok 80%-a egyébként római katolikus és magyar anyanyelvű nemzetiségi volt. A bentlakó diákok közül nagyon sok német kislány tanult itt, úgyhogy 21 német nemzetiségű is volt. Egyébként 3 ortodox vallású szerb diáklány is a polgári iskolába járt. A vidéki diákok számára már az első évben egy 24 fős internátust hoztak létre. A lakókra szigorú szabályok voltak érvényesek. Csak vasárnap és ünnepnapokon 10:30-12, valamint délután 4 és 5 között volt engedélyezett a látogatás. Beköltözéskor a növendékek 1-1-40 tételből álló felszerelést voltak kötelesek magukkal hozni. A Hajnald Leánynevelő Intézetben tanuló diákok az év végén minden tantárgyból vizsgát tettek, kivéve az éneket és a testgyakorlatot. Ilyen érdekes tantárgyak voltak még a nagy háború, az első világháború kitörése előtt, hogy kézi munka, hát lányiskoláról van szó, akkor anyagtan, természetrajz, ami tulajdonképpen a mai biológiának felelne, meg vegytan, francia nyelvet tanultak, német nyelvet természetesen, és volt egy ilyen föltétel, bármilyen nemzetiségű, vallású leánygyermeket felvett az iskola, csak ez az egy föltétel volt, hogy a magyar nyelvet megfelelő szinten természetesen tudja, hiszen az oktatás nyelve a magyar volt a nagy háború kitörése előtt, illetve még annak végéig is. Elsősorban vallási jellegű ünnepeket
ünnepeltek, illetve ültek meg az iskolában a tanév folyamán. Most érdekes dolog, ugye jelenkorunkban, a pandémia időszakában, hogyha figyelembe vesszük, hogy akkor is voltak ilyen rendkívüli iskolabezárások, szünetelt az oktatás különböző járványos megbetegedések idején. E járványok miatt sok tanév csonkára sikerült. Az elemi iskola első és második osztálya számára 1905. december 16-a és 1906. március 3-a között szünetelt az oktatás. 1910. áprilisában pedig a város összes iskolája és óvodája zárva tartott a vörheny, vagyis a skarlátjárvány miatt. A nagy háború előtt internátus is működött az emeleten, az iskola emeletén, a kápolna mellett, és jellemző volt, hogy Nyugatbácska németek lakta településeiről, itt hódságot emelném ki, nagyon sok hódsági bentlakó diáklány járt a Hajnagy Leánynevelő Intézetbe. Abból a célból küldték a szüleik ezeket a német kislányokat ide tanulni, a polgári iskolába, mert kihangsúlyoznám, hogy létezett 4 osztályos leánypolgári iskola, illetve elemi iskola is. És hogy megtanulják a magyar nyelvet ezek a német kislányok Nyugatbácskából, akik ide költöztek. Szigorú házi rend volt, meghatározták, hogy milyen ruhákban, öltözékben kell, hogy a tanításon megjelenjenek a gyerekek. Miket hozhatnak magukkal például a bent lakó diáklányok. Nagyon lényeges kiemelni, hogy a háború idején nagyon sokszor volt iskolaszünet, ilyen rendkívüli iskolabezárás. 1914-18 között az első világháború idején hadikórházként működött, majd jött az impériumváltás, gyakorlatilag 1920-tól egy új állam keretében működött a létesítmény, a szerb-horvát-szlovén királyság, illetve később 1929-től a királyi Jugoszlávia berkeiben. A 20-as években államosították az intézményt, tehát gyakorlatilag az egyházi fenntartást azt megszüntették, így Sztárakanizsai általános iskolává avanzsálódott. 1920. augusztus 20-án egy kormányrendelettel államosították az egyházi iskolákat és hűséges küre, valamint 3 év türelmi idő elteltével nyelvvizsgaletételére kötelezték a tanítókat. Az oktatás nyelvében is változás állt be. A polgári iskolában csak a magyar és a hittanúra tanítása zajlott magyar nyelven a továbbiakban, a többi tantárgyat szerb nyelven kellett hallgatniuk a diákoknak. Az iskola koedukáltá vált, tehát ettől az időszaktól kezdve fiúk és lányok is beiratkozhattak az intézménybe. Az elemiskolára visszatérve, ott magyarul is több tantárgyat lehetett tanulni, de a földrajznál érdekes és a történelmi természetesen államilag nemzeti szempontból érzékeny tantárgyakról volt szó. Ott két nyelvű tankönyvből tanultak a magyar diákok, tehát úgy kell elképzelni, hogy az egyik hasáb szerb nyelven volt, és ugyanaz fordítása magyar nyelven. A tanári kar teljesen kicserélődött. Egyetlen egy személyt emelnék ki, aki impériumváltásoktól, rendszerváltásoktól függetlenül is évtizedeken keresztül az iskola tanára volt, Kaloper Margit, aki 1901-től, tehát még az osztrák-magyar monarchia idejében is tanított, és túlélte a szerb-horvát-szlovén királyság, tehát az impériumváltást is, kiválóan elsajátította a szerb nyelvet, és így maradhatott szinte egyedüliként az egykori tanári karból az új állam uralma idején is. A 30-as években számtalan kirándulást szerveztek a diákok számára. Leggyakrabban Belgrádba utaztak, ahol a királyi udvart, a minisztériumokat, az egyetemeket, a képviselőházat és a rádióállomást tekintették meg. Az oktatásban némileg bővült a szemléltető eszközpark. 38 földrajzi térkép és 2 földgömb is segítette a földrajz eredményes oktatását. 1941. áprilisában a magyar csapatok bevonulását követően a tanév gyorsan véget ért, és a következő évi iskola kezdésig a diákok hazafias nevelésben részesültek. Új öltözködési szabályok léptek életbe. A lányoknak sötét klotköpenyt és levehető fehér gallért, a fiúknak bocska és sapkát kellett hordaniuk. 1941. áprilisától
ismét kicserélődött a tanári kar. Tehát most tulajdonképpen a két világháború között ide helyezett, vagy itt tanító szerb nemzetiségű tanárokat bocsájtották el, mint ahogy 18 tanítókat a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, illetve a Jugoszláv Királyság idején bocsájtották el. Osztoztak a kollégáik sorsában, tehát a szerb nemzetiségű tanárok, pedagógusok is. Nagyon sok tanárt hoztak, mivel magyar anyanyelvű tanárokból óriási hiány volt, hiszen a két világháború között a Jugoszláv Királyságban nagyon-nagyon kevés magyar nemzetiségű tudta befejezni a tanítóképzőt. Egyszerűen a lehetőség sem nagyon volt erre. Magyarország, tehát az anyaország az egykori trianoni Magyarország területéről nagyon sok tanító és tanár érkezett. Hivatalosan ebben a 3,5 éves időszakban egy intézménynek számított a fiú polgári és a lány polgári iskola, de nem csak hogy a lányokat és a fiúkat külön tagozatra íratták, illetve szabadott csak íratni őket, hanem külön épületben is voltak. Itt az öt fiú tagozat a mai római katolikus parókia mellett működött, még 6 tagozaton itt az egykori Hajnal Leány Nevelő Intézetben jártak a lányok. Érdekes statisztikai adat, hogy annak ellenére, hogy egyel több lánytagozat működött a polgári iskolába, a fiúk száma több volt. Tehát átlagban körülbelül a fiú tagozaton 55-60 között volt a diákok száma, míg a lánytagozaton 37-38 körül. Tehát kényelmesebb, nyugodtabb körülmények között tudtak a lányok tanulni a II. Világháború idején. Tehát utána természetesen a háború vége felé, mikor közeledett a front, akkor éppen csak a tanévet elkezdték 44. szeptemberébe, és utána tulajdonképpen már nem is folytatódott az oktatás az intézménybe. 1945. júliusáig, tehát már a háború befejezése utáni időszakban kórház is működött az iskolában. Számos fénykép is tanúskodik erről, és kihangsúlyoznám az iskola udvarról, ha szó van, a II. Világháború előtt gyönyörű szép kert, virágos kert, és szökőkút is volt az iskola udvar közepén, és szigorú szabályok szerint úgy az Osztrák-Magyar Monarchia idején, mint a két világháború között, tehát szigorú szabályok szerint kellett viselkedniük még szünetben is, a 10-15 perces szünetekben a diákoknak, így körbe szabadott sétálni a szökőkút, illetve a virágos kert között. Az új hatalom számára nem volt fontos sem a kert, sem a szökőkút, és az udvart a korabeli kommunista divatot követve szociállá építették át. Az iskola államosítása is megtörtént, valamint 1955-től új iskolarendszert, a 8-osztályos általános iskolai oktatást vezették be. 1946-ban történt még egy jelentős esemény az iskola történetében. Az emeleten lakó tisztelendő nővéreket az államhatalom ekkor kiköltöztette. Nagyon rövid időt hagytak, hogy a legszükségesebb tárgyaikat, ruháikat elvigyék magukkal. Ezzel az iskola vallási jellege teljesen megszűnt. Az 1945-től mondjuk így a rendszerváltásig 1989-90-ig az iskola életére óriási hatással volt az ideológia, tehát a kommunista ideológia, a Tito személyi kultusza. Tehát ilyen ünnepek, hát az idősebb korosztályhoz tartozók, tapasztaltabbak jól emlékezhetnek még a pioníravatásra, a köztársaság napjára, november 29-re. Október 8-án minden évben a diákoknak meg kellett ünnepelniük a városunk felszabadulásának napját, így nevezték akkor ezt a október 8-ai ünnepet. Akkor érdekes, nem Mikulás volt akkor, hanem télapónak nevezték. Télapó csomagot osztottak az új év előtt a kisdiákoknak. Március 8-a a nőnap kötelezően az iskola, tehát munkanapnak számított, viszont az iskolában is erről megemlékeztek. Valamint május 1-e a munkaünnepe, és kiemelném, fiatalabbak már nem emlékezhetnek rá, május 25-ét, az egy piros napos ünnep volt, hiszen az ifjúság napja, és egyben Josip Broz Tito
a kommunista vezér születésnapját ekkor kellett ünnepelni. A városunkban ekkor ment végig a staféta, amely az akkori egykori Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság minden jelentősebb településén megállt. És nagyjából ezek voltak a legfontosabb ünnepek a második világháború utáni időszakban, tehát 1989-ig. Hát a diák létszám állandóan növekedett, tehát 1945-től 1989-ig folyamatosan növekedett. Most statisztikai adatokkal nem terhelnék senkit, de körülbelül megduplázódott ez a szűk 45 év alatt az iskolába járó diákok száma. Ez azt is bizonyítja, hogy már az új államhatalom sem fogadta el az iskola kerülést, még korábban ez azért bevett szokás gyakorlat volt. Majd a balkáni háborúk kitörése után az elvándorlás, a bizonytalanság, az anyagi gondok, nehézségek miatt folyamatos csökkenésnek indult a diákok létszáma, és ezzel így jutottunk el, tehát 2021-ig, tehát az iskola 120 éves, az iskola épület 120 éves fönnállását ünnepeljük az idén, és rendszerváltozásoktól, változtatásoktól, impériumváltozásoktól függetlenül ez a 120 év alatt az itt dolgozó pedagógusok, tanítók, egyházi személyek, nővérek végezték a szent hivatásukat, és az utókort, a kanizsai gyerekeket nevelték ez a 120 év alatt.